Na jó reggelt kívánok, üdv a csatornán képen jelentkezik a következő játékkal, ami nem lesz más, mint a Zion. Hát gyerekek, pont a tegnapi live-ba, amelyeket kitöröltek, mert annyira jó sikerült a buli, lehet, hogy tudjátok, hogy miről van szó. Na, abban volt egy ilyen kis kérdés, hogy hát Keeper, nem akarnál-e egy MMORPG-vel játszani? És én akkor már megválaszoltam ezt a kérdést azzal a szuper jó válaszsal, hogy igen. Pont most akarok egy MMORPG sorozatot csinálni, mert én nagyon nagy MMORPG fan voltam, és vagyok is, és meg minden. És egyébként, aki nem tudja, az a Keeper the Tank, az MMORPG-kből van ez a név. Mert ugye én egy tank karakterrel voltam, és Keepernek hívtak, és Keeper the Tank voltam, és igazából én nem akartam videózni, hanem haveroknak töltöttem fel egy-két ilyen tank tutoriált, akik játszottak velem, és akkor mit tudom, én csináltam egy tank tutoriált, erről már mint tank, azt tudod, az az, ami ilyen lovag karakter, aki így vezényli a csapatot, hogy merre menjél, mit csinálja, ő tauntol, gyakorlatilag ő tartja magának a bot, na várjál. És akkor ugye csináltam ezt a csatornát, hogy majd akkor azt feltöltöm a srácoknak, és akkor megmutatom, és ugye engem Keepernek hívtak a játékba a tank. Keeper voltam a tank, és akkor így lett a Keeper the Tank, és én nem akartam ezzel videózni, és ez, ennél a hülyébb nevet nem választhattam volna ennél, már csak a Thomas a gőzmozdony lett volna rosszabb, de hát igazából ez maradt, úgyhogy én most már nem tudok mit változtatni rajta, meg tudnék, de igazából senki nem tudná, hogy ki az a Thomas a gőzmozdony. Na gyerekek! Aeon! De ezután Aionnak fogom nevezni szépen, magyarosan, és egy kicsit a sound-nál veszünk le, mert nagyon zavaró egy kicsit a hangerő. Ez egy nagyon szuper játék, szerintem még mindig az MMORPG-nek a krémje közé tartozik, nagyon-nagyon oda tartozik, mert én igazából mondhatni, hogy kipróbáltam az összes MMORPG-t, ami a világon létezik, igen, vovoztam is, és aki azt írja, hogy ez egy vov klón, attól tudok neki menni a fejnek, falnak a fejemmel, mert már az NCSoft akkor is gyártott MMORPG-t, amelyik gyakorlatilag pont ugyanilyen volt, csak Lineage-nek hívták például, vagy Guild War-nak hívták, amikor a WoW még nem is létezett. Szóval akkor ezt már most így el is vetném ezt a kérdést, mert nem akarok ezzel vitatkozni, hogy most ez WoW klón vagy nem WoW klón, mert igazából akkor mondhatné azt, hogy a WoW az klónja az NCSoft játékunknak, értitek? Na mindegy. És ez nem vitatárgy, ez van egy ilyen ágazat, amit gyakorlatilag WoW is csinált egyet, és ez marha íres lett, nem tudom, hogy miért, mert én is próbáltam, de azokat a baltával faragott karaktereket, amik ott vannak, az egyszerűen szörnyű, és nem tudtam magam beleérni semmilyen körülmények között, meg amúgy is én inkább szeretem az ázsiai típusú MMORPG-ket, mint például ugye a Lineage, vagy pedig az Aeon. És itt akkor visszakanyarodunk az Aeonhoz, ami szerintem még mindig talán a legjobb. Igen, Terra Online-oztam is, aki fel akarja vetni, de hát ott van a Terra Online, meg ott van Guild War 2 is. Én azokkal is játszottam, és igen, ismerem a Blade & Soul-t is, de akkor is ez az MMORPG, ami még nem a non-target rendszerrel operál, hanem ugye gyakorlatilag fix target rendszer van. Többek között, mert ugye azért lehet AOE-zni. Na mindegy, jó, bánjunk bele, mert megint dumálok, és nem akarok előbbre jutni. Kiválasztunk egy karaktert, megcsináljuk, és akkor azzal fogunk élni, és többek között azért lenne jó egy MMORPG-vel játszani, mert mindig minden játékkal az a nagy probléma, például a Spintires-szel is, meg minden egyivel, hogy nem tudtok csatlakozni hozzá melegen. Mindenki írja, hogy mi ő is menne, ő is jönne, és akarok egy olyan free játékot, ahol bármennyien játszhatunk egyszerre, és nem kell szervert futtatni, mert ugye ott van, adott, tudunk klánokba tömörülni, tudunk együtt játszani. Szóval mindenki szedje le ezt a játékot, és megmutatom, hogy hova kéne csatlakozni. Egyébként Dale a szerverre kellene jönni akkor. Hogyha csatlakoz, figyelj, izéjéről szedjétek le, Steamről. Ha nem akartok magatoknak izét, agyfaszt, akkor ne szedjétek le hivatalosan, a Steamről leszeditek szépen ingyenes, 40 akárhány giga, nem is olyan túl sok. Tudom, hogy sok, de ennyire egy World of Tanks is akkor érted. Na, akkor csapjunk bele, lecsóba Elias leszek, mert igazából nem is tudok ez mód ilyen karaktert csinálni, mert én nekem már van ez majd ilyen Elias karakter, és ugye nem lehet mind a két frakció, közben majd elmondok mindent erről a játékról, aki még nem tud róla semmit. Viszont egyébként van egy olyan tutorial sorozatom nekem ezen a csatornán, ami elég hosszadalmasan sok részből állt, és még mindig jönnek a kérdések oda, és akkor soha még mindig írják, hogy lehetne belőle sorozat, mert még mindig játszak, és szeretik, úgyhogy Dale a szerverre gyertek, ha akartok hozzám csatlakozni, csinálunk egy klánt, azt 50-en legyaluljuk az egész szervert. Na. És megittem a kávémat? Még nem is ittem meg a kávémat, és már itt pörgök. Na,
karakterválasztásnál vagyunk éppen, gyerekek. A karakterek azok igazából 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab osztályba tömörülnek, ami, hogy ezeket nevezzük klasszoknak, és ez még nem is olyan, nem is az összes, mivel úgy működik, hogy ugye van 6 osztály, klassz, és azon belül még van 2-2-2-2 szubklassz, tehát akkor 12 fajta játékot tudsz gyakorlatilag játszani ebben a játékban. Mondjuk nem, mert azt hiszem az artist, az abban csak egy van, ugye nincs subklasszja. Jó van, oké, nem tudok beszélni, mert pörgök mind a trágyaszóról. Igen, ugye van a Warrior, és nagyon gyorsan elmondom, igaz, van róla a tutorial, de nagyon gyorsan el fogom mondani. Van a Warrior, amelyik gyakorlatilag ugye maga kettő, igazából most ne tévesszem meg, hogy itt két karakter van, annyi, hogy férfi meg nő, de elmondom a subklasszokat is nagyon gyorsan, hogy miket lehet, mire számíts, hogyha ezt a játékot most akarod letölteni, hogy velem játszál, és hogy milyen karakterrel akarsz lenni. Ugye van a Warrior. A Warrior subklasszja, kettő subklasszja, így mondják, hogy subklasszja? Ez olyan, mint valami csehszlovák névem, vagy pedig egy ilyen ital. Kérek kettő subklasszját, meg két sör. Nem, van kettő ilyen subklassz. Például ő neki, a Warriornak van olyan, hogy Templar, ami gyakorlatilag egy paladin, aki ismeri az MMORPG-ket talán, hogy jobban bejön. Az a lényeg, hogy baromi nagy védettsége van, és viszonylag kicsi attack-ja, de ez még nem is annyira biztos. És van, lehet gladiátor, amelyik egy ilyen nagyon brutál, daráló állat. Van a Scout, ami ugye gyakorlatilag a kettő subklassz, ami ebbe létezik a Scoutba, ugye Assassin, amelyik gyakorlatilag ilyen láthatatlan tudsz lenni, gyakorlatilag hátulról ledarálod az ellenfelet, hasonló dolgok, meg lehet IAS is, ami ugye távolról lövöldözget. Na, nézzük a Mage, klaszt, aminek ugye megint ugye szétágazik, és gyakorlatilag lehet belőle Sorcerer, hát ez nagyon-nagyon, Sorcerer, ami gyakorlatilag maga a tipikus mage karakter a játékban, baromi nagy sebzésekkel, tudjátok, nunkol, szétfogyaszt, sebez minden, meg lehet belőle Spirit Master, ami gyakorlatilag más játékokban talán Elementalist, vagy valami hasonló képpen szokták nevezni, gyakorlatilag különböző elementeket tud idézni, különböző lényeket tud idézni, amik segítik a harcban. Nézzük a Priestet, amelyik gyakorlatilag már megint mire kattisz ki? Ami gyakorlatilag megint kettő subclassra oszlik, a Clericre és a Chanterre. A Cleric az a gyakorlatilag a healer, a gyógyító klassz a játékban, de hát akkor gyakorlatilag ő tudja healelni leginkább a csapatokat, hogyha például raidbe mentek, vagy pedig ugye partiba, vagy grupba, ahogy éppen tetszik, meg lehet a Chanter. A Chanter az pedig, ő pedig egy ilyen support karakter, például tud healelni, és viszont nagyon sok buffja van, amivel tudja segíteni a harcot, és elengedhetetlen buffok is vannak a repertoárjában, szóval nem kell elhanyagolni. Na, van az Engineer, amelyik, később került be a játékba, és nekem nem is nagyon a szívem csücske. Ugye a mérnök klassz lehet, itt azt hiszem, hogy látszik is, hogy egy ilyen robotszerű képződményt tud magára ölteni, és azzal tud harcolni, vagy pedig lehet ugye Gunner klassz, amelyik gyakorlatilag ilyen puskás klassz. Hát attól még, hogy ugye egy robot külsőt öltözsz magadra, nem biztos, hogy OP leszel, OP leszel a játékban, szóval ne tévesszem meg attól még, hogy egy ilyen akármelyik. Gyakorlatilag akármelyik klassz ütheti a másik klasszt, viszont vannak olyan OP klasszok, amik azért eléggé könnyű velük játszani, és direkt talán azért is könnyű velük játszani, mert később kerültek be, például a Gunner, az egy nagyon-nagyon OP klassz, amelyik a pisztolyos. Hát egy ilyen, nem tudom, én nekem viszont nagyon nem fekszik, és semmilyen pénzért, még hogyha akármennyire OP lenne, akkor se játszanék vele. De van az artist, amelyik gyakorlatilag azt hiszem, hogy nincs kettő subklasszja, hanem ő lehet. Minek is nevezik? Artist, mi is az? Hú, nem jut eszembe, na, az a lényeg, hogy ő lehet egy ilyen buffer, ez egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen mixelt klassz.
Én azt mondom, hogy a csajoknak adták be, hogy legyenek ilyen kis aranyos hárfás csajok. Az a lényeg, hogy tud támadni, meg mindenféle, hát ez egy ilyen nagyon kis cigányklassz. Figyelj, Keeper nem lehet más, mint Warrior. Egyébként tank voltam, de most nem tank leszek, hanem gladiátor fogok lenni, de viszont ahhoz, hogy gladiátor legyek, vagy tank, ugye? Ahhoz ki kell választanom Warrior klasszt, és tízesen fogom majd kiválasztani, hogy azon belül mi akarok lenni, hogy Templar, vagy pedig Glory. Jó, azért nem akarok templár lenni, mert körülbelül 5 darab templárt már kijátszottam ebbe a játékba, és már a könyökömön jön ki a templár, tehát a tank karakter, úgyhogy a darálós warrior fogok lenni, gladiátorként. Na, kiválasztjuk magát a klaszt, és akkor itt van a karaktergenerálás képernyő. Először is meg kell adni a nevünket, nem Keeper leszek, mert az foglalt, és nem akarok Keeper tank se lenni, meg ilyeségeket inkább. Volt egy nagyon-nagyon régi karakterem, ami szintén gladiátor volt, és SWAT volt a neve, és ugye mivel most töröltem az előbb, tudom, hogy ez a név talán még nem foglalt. És tehát a SWAT nevet akkor be is nyúlnám, és el lehet csekkelni, ugye, hogy ilyen te azt tudod használni ezt a nevet. Egyébként nagyon sok név foglalt már, úgyhogy érdemes csapatni, valami jó nevet kitalálni előre, vagy nem tudom, vagy pedig próbálkozni valami jóval. Igen, hangot. Igen, nem akarok ilyen... Jó, nem akarok se olyan nagyon búzisat se, meg olyan nagyon ízeset se. Van egy ilyen preview screen, ahol ugye meg tudod nézni a karakteredet különböző ruházatokba, hogy néznek ki, látod-e? Gyakorlatilag meg tudod nézni, milyen, hogy fog kinézni szárnyakkal, ugye ebben a játékban lehet repülni. Igen, ebben a játékban lehet repülni, gyerekek. És ugye ez kellenek szárnyak, és meg lehet nézni, hogy fog kinézni majd a karaktered, hogyan illeszkedik. Gyakorlatilag a szárnyak hogy illeszkednek hozzá. Nem tudom, nem elég nagyon hangos a játék, úgyhogy ilyen kicsit leveszem, mert meg fogok örülni, hogyha emiatt cseszem el a felvételt, ne haragudjatok. Igen. És akkor meg tudod nézni skilleket is esetleg, hogy működnek, hogy fog kinézni nála egy skill, például egy... Ugye nagyon-nagyon látványos, ugye ázsiai MMO-kban nagyon látványos skillek vannak. Ugye mindig próbáltak arra menni, ugye fú, nagyon jól néz ki ez. Jó, oké, ugye... Igen, face, ugye, hogy hogyan nevet, hogyan, mit csinál, meg tudod nézni, hogyan szalutál. De igazából ez a rész, ez még csak az, hogy ugye, be tudod állítani magadnak, hogy fog kinézni. Hogy ne az legyen, hogy egy csupasz karaktert láss csak. Na viszont, itt jobb oldalt vannak ugye a arckiválasztás. Itt ugye tudod finom hangolni, és még a testet is ugye. Na és ebben a játékban, nagyon sok MMORPG-ben tudom, Metin nagyon-nagyon ismeritek meg a többit. Ugye, majdnem minden karakter oké, hogy valamennyire lehet... húzingálni dolgokat rajta, de annyira nem mind ebben a játékban, mert ha akarod ebben a játékban lehet még gyakorlatilag egy icipici gyerek is. Azon az icipici az azt jelenti, hogy például a legkisebbre húzol minden, akkora vagy, mint egy legnagyobb embernek a csizmája. Így. Hát tehát, úgyhogy nagyon-nagyon durva egyébként, valamilyen szinten előnyt is jelenthet ez, PvP-ben, hogyha nem vagy olyan marha nagy, mert nem téged fognak kiszúrni először, és talán nem is téged targetolnak ki. Legelőször igaz, hogy tabbal is lehet targetolni, és nem csak egérrel kattogatsz az ellenfélre, de akkor is lehet, hogy ugye jobban elkerüli a figyelmét a másik játékosnak, az ellenfél játékosának egy kicsi karakter, mint egy baromi nagy. Úgyhogy én nem nagyon szoktam olyan marha nagy karaktereket csinálni, leginkább emiatt. Ugye viszont ugye én a fejet azt kiválasztom, mert iszonyatosan csúf ez a Huey, ez a japán manga, nem tudom micsoda. Egyébként nagyon jó fejek vannak alapban, de fault, úgyhogy tudsz válogatni. Viszont akármit gyakorlatilag teljesen testre is szabhatod. Nagyon-nagyon-nagyon... Én azt mondom, hogy mindig MMORPG-ben talán ez a legjobb játék. Leginkább akkor volt jó, leginkább akkor volt jó, amikor még izé volt, még teljesen... mondjuk úgy, hogy fizetős havidíjas, akkor ugye nem voltak item shopos cuccok, de igazából ez a játék még minél elesett, tehát low túloldalára, tehát hogyha nem fizetsz, akkor is tudsz játszani faszán. És igazából, na várjatok, na hogyan néz ki ez a cingár gyerek, úristen. Na, nézzünk valami jó fejet. Szerintem valami jó fejet. Várjál, hol van? Aha, ez szoktam szeretni, ezt a fejet, csak más hajjal. Egyébként az haj is baromi jó. Igen, és melyik hajjal? Ezért szoktam nagyon kedvelni. Ez, gyerekek.
Ez nekem nagyon nem bejön, ez ilyen nagyon bedesz, és akkor hajszín az fehér legyen, ugye? Ez nagyon jó, ez jó lesz, és viszont a bőrszínünket... Na, itt van a skin color, a bőrszín az... Várja, van ne ilyen legyen, na mi van? Na jó, nem valamilyen. Hát azért ez nem is azért, nem is... Nem is mentünk át négerbe, de azért nem is olyan nagyon gaz, nem? Ugye ez talán jó lesz, a lips az meg ugye legyen olyan, mint a testünk. Hát, mit csináljunk még? Szem? A szemünk az milyen legyen? Kék legyen, mint a valóságban? Lehetne kék. Ó, oh, ez jó lesz, oké. Okay. Ugye lehet egy csomó minden méretet, meg mindent mutogatni, én nem akarok ezekkel én tökörészni, meg nem is szeretem nagyon őket. Ugye lehet tetoválásod, meg piercinged, meg mindenféle csuda jó dolog, hát nem is kell nekem ilyesmik. Ja, szerintem ez így jó lesz. Egyébként később is tudod a játékon belül módosítani ezt, de nagyon drága mármint ezt megoldani, szóval érdemes az elején ezt megcsinálni. Na, akkor nézzük egy kis body-det, nézzét, alakítást. A body nekem nem kell, hogy olyan marha nagy legyen, nem akarom, hogy olyan nagy legyen. És jó, és akkor mondjuk a magasságunk az a baj, hogy viszonyítani nagyon nem tudunk semmihez. Hát a fejünk az ilyen, ugyanígy talán átlagos, a többi ez, a nyakunk az... Igen. Ne legyen olyan izé, de azért jól is nézzen ki, mondjuk, ugye ez most látod a izét, állítom a vállat. Ez valamennyire jól nézzen ki. Ó, na hát ez meg mi ez, így nem jó, így valahogy. Azért egy kis izé, nem is tudom, egy kis kellemes testalkatunk azért meglegyen. Na lehet, hogy ez már igen, ilyen széles ez a... Na, nem, ez jó lett, oké. Okay. Torzó az micsoda? Ja igen, ezt húztuk, chest, jó. Derék az nem kell, hogy olyan marha széles legyen. Nem is tudom milyen testalkatnak mondjuk, egy szörfös testalkatnak legyen. Jó, biceps. Biceps. Ja, így. Olyan baromi vastag ne legyen. Alkar. Kar hosszúság, hát ez is így jó. Aha. Kézméret. Ugye az a fontos, hogy fog kinézni fel, páncélban nem izébe fogunk maszkálni rövid gyáva, úgyhogy ez... Igen, és akkor így talán nem leszünk olyan nagyon nagyok, de viszont nem is talán olyan, nem is olyan picik. Hát egy elég kisméretűek leszünk, de nem akarok azért olyan nagyon kicsi lenni. Lábméret az lehet nagy, mivel jó fognak kinézni rajta az armorok. Na hát ez pont ilyen armor, nem? Hát igen, hát ez kb. Így. De valamennyire értelmesen nézünk ide, egyébként ezek pont ezek az armorok, amik nekem nem tetszenek, nekem vannak olyanok, amik nagyon bejönnek. És akkor, jó, akkor szerintem így jó vagyunk kb. Nézzük meg, hogy... Ja, ez a testalkat, meg ez a fej nekem így bejövős. Nem úgy, gyerekek, nem úgy! Na, és akkor a nevünk ugye SWAT. Ugye nagy betűvel nem tudsz írni, ilyen gyakorlatilag így tudod kihozni ezt az egészet. Svetos nekem nagyon bejövős, azt hiszem, hogy nem lehet nagy betűvel, igen, nem lehetett. Pedig, ja, nem is engedi, hogy úgy ír, jó. Oké, okay. És akkor szerintem csapjunk be a lecsóba, crit karakter, és akkor itt is van level 1-es SWAT Warrior, és csapjunk bele, tényleg, akkor nem tudom, a leg... Fú, a legkezdőbb dolgokat itt megmutassam, hogy ez külön videó legyen, nagyon gondolkozok rajta, mert az igazából elég sokat elpofáztam itt. Hát jó, lesz külön videó, úgyhogy a következő részben nagyon gyorsan így jönnek a részek, mert azért ezzel egy-két órát azért letolok itt most. Akkor elkezdünk játszani, és akkor felpróbáljuk húzni egy 10-esig nagyjából. Na, köszi szépen, hogy itt voltatok, aztán jók legyetek, aztán jövök vissza mindjárt, aztán csapatjuk gyerekek, és töltsétek le, és regisztráljatok, és Dejla itt van. Látod itt fönn? De lassz, elverre gyertek, és akkor nyomjuk neki, mint az őrök. Egyébként nézzétek, itt van a Keeper. Ő volt az, aki miatt Keeper the Tank én lettem. Ő volt az a karakter. 65-ös egyébként, tudom, hogy 75 a maximum a játékban. Én szónyatosan régen játszottam, nagyon sok újdonság lesz nekem is. Semmilyen körülmények között nem fogom vinni tovább a karaktereimet, hanem ezzel veletek fog csapatni tovább. Na. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csáá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 á